Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Bandi vagyok, és ez itt az októberi vlog. Tehát, hát készültem pár témával, ugye egy nagyon fő téma, nagyon fontos, hogy várharcot készítünk, én, Domek, illetve Prifli, mi hárman, és hogy erre, hát feltennénk azt a kérdést, hogy hányan jönnétek játszani, mert attól függően, hát így, hogy tudjuk, hogy mennyi emberre számíthatunk, hogy milyen szervert kell szerezzünk, illetve hogy legyen TS, vagy ne, illetve nem TS, hanem egy másik beszélő program, Mumble, úgy kell leírni, majd leírom a leírásba, vagy valahova ide körbe. És, tehát ezen annyi a lényeg, itt láthatjátok ugye a képeket közben, hogy van két csoport, a hegye, akik a hegyen élnek, és akik a dzsungelben, és hát ez végül is egy ilyen várharc jellegű dolog, tehát ez a két csoport harcol egymás ellen, és ezen belül vannak még különböző kasztok, tehát ilyen harcos, íjász, stb. Ezeket még kitaláljuk. És itt a chesteknél, tehát a ládák vannak így szétszórva a pályán, amiből lehet összeszedni dolgokat, tehát egy ilyen, meg egy nagy tér, amit be lehet járni, és ez egy ilyen, hát szerintem legalábbis egy ilyen Hunger Games és várharc keveredés jellegű program, és ennek a megszervezésére, tehát a játék időpontja, itt egy naptár, 2 hét múlva lesz, hétvégén, szombaton, tehát 17-én. És írjátok kommentet alulra, hogy ki az, aki jönne, ki az, aki nem, hogy hány emberre számíthatunk úgy mégis. Ugye az előző várjátékunk az befutcsolt, az hát nem jött össze. Most már látom, hogy így vannak páran, akik jelentkeznek, de hát az végül is már a map sincs meg. Szóval az elmarad, és ez lesz helyette. Szóval, a másik téma, hogy kaptam skint. Ez a skin ugyanolyan, mint amilyen volt, illetve hát nem ugyanolyan, hanem attól jobb. Hát a jellege megmaradt, ilyen öltönyös fickó minden, csak fele turbozza, ugye ezt is itt látjátok, itt van a kis kép. És szerintem ez sokkal jobb. A készítőjét Dávidnak hívják, ennyit mondok el róla, nem tudom, hogy mennyit szeretne, hogy elmondják róla, mert nem tudtam vele megbeszélni, mert nincs fent Skype-on. De köszönöm szépen, nagyon jó a skin, és használom is, csak mostanában valami van a Minecraft-tal, és nem működik rendesen. Nem látom a skinemet, meg másokét se nagyon, de amúgy köszönöm, jó lett. Szerintem ez jobb, mint ami volt, mert ugye van ilyen kis árnyékolás is benne, meg jobb az öltönyöm, meg minden, az ingem is. Yeah. Szóval ez, hát nem is tudom, így jól esett. Tehát, hogy így valaki csinált egy skin mégis, és így tök jó. Jól néz ki, meg minden, szóval ezt használom. Ja, ez most nem azt jelenti, hogy most mindenki most bombázatok skinekkel, meg minden, mert most ezt fogom használni, és szerintem ez is marad, mert max majd nyáron lesz egy kis skin változtatás, ilyen, hogy kis más szerkóba, vagy ilyesmi, de most ez marad, ez jó lett, ez a skin. Hát a videózás, ugye láthatjátok, hogy most kevesebb videó került fel ebben a hónapban, mert csináltuk egyrészt a mapet, másrészt ez a partnerséggel kellett foglalkozni még egy kicsit, ami úgy tűnik, hogy mégse jön össze. Illetve belekezdtünk egy-két sorozatba is, ugye a Scope-osba, én Priflivel. Ja igen, és összeismerkedtünk Priflivel, aki szintén egy videós, Minecraftos videókat csinál, szerintem tök jó, meg minden, jó fej, nézzétek meg a csatornáját, ez is itt van. És hát így jól lehet vele együtt dolgozni, és hát segített nekünk most is az építésben, ebben a mapben. Szóval még mondom, nézzétek meg, akinek tetszik, az iratkozzon fel hozzá, kövessétek, amit csinál, mert elég jól csinálja azokat.
Hát ennyi lett volna ez a videó, szóval sziasztok!